fontos eseményén megjelent kedves résztvevőket. Amiről tájékoztatást fogok tartani, az a hallgatók helyi fejlesztésekre irányuló esettanulmányai nemzeti és transznacionális szinten. Ezzel kapcsolatosan először az előzményeket szeretném megemlíteni. A feltétel a hallgatók számára egy online angol nyelvi kurzus elvégzése volt, illetve egy online szakmai modul elvégzése. Ez azt jelenti, hogy mind a három országból 10-10-10 hallgatónak kellett elvégezni ezt a kurzust. Ezekért kreditet kaptak, és az első 6 legjobb hallgató került kiválasztásra, akiknek megvolt ez az online bizonyítványa, és ők voltak azok, akik tovább mehettek a következő körre esettanulmány megírásával kapcsolatosan. A kurzushoz kapcsolódó hallgatói esettanulmányok, amelyek elkészültek, az alábbiak voltak. Biomassa, illetve fotovoltaikus energia és szélenergia témakörben kerültek megírásra. Tehát az online kurzust elvégző hallgatók által megírt esettanulmányok címei itt láthatóak. A megújuló energiaforrások témaköréhez kapcsolódóan kellett az esettanulmányaikat megírni, mint a biomassa, fotovoltaikus energia, illetve szélenergia felhasználásával kapcsolatosan. Az elkészült esettanulmányoknak a pontos címei a biomassa, mint megújuló energiaforrás, fotovoltaikus energia, biomassa kazán telepítése lengyelközségben, illetve szemüti közvilágításának fejlesztése szélenergiával. Az első kör után kiválasztott 6 hallgató közül 4 hallgató fog tovább jutni a második körbe, akiknek nemzeti és nemzetközi szintű esettanulmányt kell elkészíteniük. Mindegyik hallgatónak angolul kell megírni az esettanulmányt, megújuló energiaforrás, illetve helyi felhasználása témakörben. Ebből a 4 hallgatóból 2 hallgató Magyarországra fog ösztöndíjat kapni, másik 2 hallgató pedig külföldi ösztöndíjat. A 2 hallgató közül az egyik Spanyolországba, a másik hallgató pedig Romániába fog menni, ahol szintén a helyi kis- és középvállalkozásokkal együttműködve kell esettanulmányt megírni. A hallgatók mentorálása mind nemzeti és nemzetközi szinten meg kell, hogy valósuljon, mégpedig az alábbi felosztásban. Helyi szinten 2-2-2 hallgatót kell mentorálni, azokat a hallgatókat, akik otthon maradnak. Aztán, mivel az esettanulmányt angol nyelven kell mindenkinek megírni, ezért szükség lesz angol mentorálásra is. 6 hallgató esetében, természetesen ugye az a 2-2-2 hallgató, akik külföldön írják meg az esettanulmányaikat. A kis- és középvállalkozások, azok a szakmai mentorálást fogják elvégezni, mind a külföldi, mind a hazai hallgatók tekintetében. Illetve itt meg lehet említeni, hogy Magyarországon a Geolin BT lesz az, amelyik a 2 külföldi hallgatót, az 1 román és 1 spanyol hallgatót fogja segíteni az esettanulmányok megírásában. Illetve a felsőoktatási intézmények részéről is szükség van szakmai mentorálásra az otthon maradt hallgatók részére. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy az előadás témája felkeltette a figyelmüket. 2017 nyarán fog sor kerülni a 3. multiplikációs eseményre, amelyen már az esettanulmányoknak az eredményeiről be fogunk számolni önöknek. Reméljük, hogy sikeres lesz az összes, illetve a gyakorlati felhasználhatóságuk is megtalálható.